Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nagyon rég volt már videó, és most focis témával tértem vissza. Lefutott a két szeptemberi mérkőzés a válogatott részéről, és hát nem lehetünk túlzottan elégedettek. A foci EB-ről nagyon nem akarok beszélni, egyrészt már most szeptemberről, most már mit beszéljek róla. Szerintem aki tudta, kielemezte azt a teljesítményt, mindenkinek megvan a maga véleménye, van akinek pozitív, ebből van kevesebb nyilván, van akinek meg negatív, belőlük meg ugye több van. Ja, jó. Csak kicsit későn tette ki az indexet a faszi. És ugye elkezdődött a Nemzetek Ligája, és nem mondanám, hogy annyira combos a csoport, a továbbjutás az necces, bennmaradni lehet, de most ugye megint átformálták egy kicsit az egészet, tehát most már úgy van, hogy az utolsó az telibe kiesik, a harmadik meg osztályozó meccseket játszik. Azt mondom, reális esetben a harmadik helyre lehet esélyünk. Ugye volt egy Németország elleni mérkőzés, ahol nagyon csúnyán kikaptunk. Arról nagyon nem lehet mit mondani, mert szerintem mindenki szarul játszott. Most lehet itt puhítani a dolgokat, hogy ilyenkor nyilván előkerülnek azok, hogy jaj, de hát ez milyen csapat, és hogy már mint a németeknél, hogy mennyi sztár van nálunk meg azért még nem vagyunk azon a szinten, tehát lehet ezzel puhítani a dolgokat, de szerintem fölösleges. Nem reális az normál esetben, hogy egy német válogatottól ennyire kikapunk. Tehát az elmúlt években már azért láttuk is, meg hát ugye azt ajkózzák folyamatosan, hogy mekkorát fejlődtünk. Azért ez az 5-0 lesz sok. Szerintem nem a verességgel van probléma, de ki lehet kapni úgyis a németektől, ahogy mondjuk az EB-n kaptunk ki tőlük, hogy azért úgy harcban voltunk velük, vagy ki lehet kapni úgy is, mint ahogyan most kikaptunk tőlük, hogy gyakorlatilag pályán nem voltunk. Igazából a lényeg szerintem az a bosnyákok elleni meccs, mert a bosnyákoknál papíron jobbak vagyunk. A meccsen is az látszódott, hogy alapvetően jobbak vagyunk náluk. És ugye a németek elleni zakó után mi volt, mindenki mit kezdett el szajkózni, hogy rendben kikaptunk, rendben, oké, de a bosnyákok ellen teljesíteni kell, és nyerni kell a bosnyákok ellen. Már ez eleve egyébként egy nagyon komoly stressz a csapaton, egy hatalmas nyomás, amivel nem tudtak megbirkózni, tudták, hogy mi a dolguk, az látszódott, tehát támadni kell, folyamatosan hazai pályán vagyunk, gyakorlatilag telt ház előtt, esélyünk megvan, játékosaink megvannak ahhoz, hogy rohamozzunk, és valahogyan a helyzeteket még mindig nem tudtuk kihasználni, vagy még mindig nem tudjuk kihasználni a helyzeteinket. És igazából most, jelen pillanatban azt látom, hogy már mondjuk ez már korábban is azért több meccsen előjött, hogy a gólerősség az, ami hiányzik a csapatból, és most ez a meccs is az ékes példája ennek szerintem, mert tök jó, hogy van egy Ádám Martin, egy Varga Barnabás, de nincs egy olyan csatárunk, akiben benne van a gól. Tehát aki pályára lép, és már csak azért, mert pályán van, már rúg egy gól, teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél. Nehéz ilyen játékos találni, azért a világon összességében elég kevés ilyen csatár van. Én azt mondom, hogy talán Erling Haaland majdnem az egyetlen Európában, aki ilyen megbízható tud lenni, vagy hogyha válogatottat nézzük, talán még Harry Kane az, aki ilyen, esetleg Mbappé, de ne, azért neki, nála is látszik, hogyha szarnapja van, akkor mint hogy nincs kedve focizni a csávónak. Szóval egy olyasmi kéne nekünk nyilvánvaló, mint Haaland, mert hogyha megnézitek a norvégokat, egyébként nem mondanám erősnek a norvég csapatot, tehát Európa bajnokságokon mindig közel jártak, de ki se jutottak egyszer se az elmúlt években, és talán 2000-ben voltak utoljára EB-n a norvégok. 2000-ben voltak EB-n, az tuti. Azt hiszem, ott talán volt is valami győzelmük is, talán a spanyolok ellen, nem tudom már pontosan, hogy ez hogy volt. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nekik megvan egy Erling Haaland, aki ettől függetlenül, ha pályán van, nem mindig persze, de azért úgy, mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha a középpályán szarul megy, a védelemnek szarul megy, a kapus nem fog ki jó napot, akkor teljesen mindegy, hogy van egy Erling Haaland, de nekünk nem szoktak ennyire szar napjaink lenni. Most a németek ellen azért volt ilyen, de én biztos vagyok benne, hogyha egy jó támadónk lenne, egy olyan, aki egy iszonyat erős támadó, akiben ténylegesen benne van a gól, akkor szerintem tegnap
nyertünk volna, akár több góllal is. Szóval még ez az, ami hiányzik. Most ugye nyilván előjöttek megint a kritikusok, megint egy olyan kettősség van, hogy van, aki nagyon védi a válogatottat, hogy nem baj, fiúk, majd azért még ez jó lesz, mert még nem úszott el az esély. Egyébként egy Nemzetek Ligájáról beszélünk, ahol most lehet persze azt mondani, hogy átvariálták a rendszert, ezt nem látom most át így hirtelen, hogy elvileg a VB kiutásban is, vagy a VB csoportbeosztásban is majd, a selejtező csoportbeosztásban is majd ennek lesz súlya. Én azt mondom, hogy a részünkről szerintem ez teljesen mindegy. Helyt kellene állni ezeken a mérkőzéseken, nem ebből kell kiindulni, hogy azért játszunk jól, mert hogy akkor a VB selejtezőkben majd mennyire jó lesz, meg ilyenek. Nem, ne ez legyen már itt a fő. Itt az legyen a lényeg, hogy ezeket a meccseket szépen lehozzuk. És akkor most, nem tudom, a tegnapi meccsel kapcsolatban azért itt, nem tudom, sokan túlzottan optimisták, hát nem nyertünk, tehát egy gyengébb csapatot nem tudtunk megvenni, nyilván nem egy San Marinóról beszélünk, vagy egy Andorráról, tehát azért a bosnyákok se annyira rosszak, vagy ilyesmi, tehát nem erről van szó, de akkor is azért ez nem, tehát ennek nem így kellett volna lennie. És akkor jönnek itt a dolgokkal, hogy én látom, aztán talán Rossi mondta azt, hogy ő látja a fejlődést, látja az erőrelépést, nyilván még van mit csinálni, meg van még mit dolgozni, de vagy meg Szoboszlai mondta, hogy helyreállítottuk a becsületünk, de most lehet, hogy keverem a neveket, hogy ki mit mondott, de akkor is basszus, tehát teljesen mindegy, hogy ki mondta, én neked nem mondunk, tehát egy döntetlen után. Ezzel magunkat akarjuk nyugtatni, hogy azért mi nem voltunk annyira rosszak, vagy azért ez nem volt egy rossz meccs, de könyörgöm, nem nyertünk, 3 pontot simán szerezhettünk volna. Boszniában nehezebb dolgunk lesz, az biztos. És akkor még ugye megyünk majd Hollandiába, megjönnek ide a hollandok, és még jönnek ide a németek. Nem mondom egyébként, hogy ezek 0 pontos meccsek lesznek. Ha a tegnapi meccset megnyertük volna, akkor nyilván más a leányzó fekvése, és akkor jobban lehet arról beszélni, hogy itt benn tudunk maradni, továbbjutásról lesz, de ne is beszéljünk egyébként, meg tényleg, mert ne az legyen már itt a lényeg, hogy itt ezeken a meccseken tovább jussunk, csak ezért ez olyan furcsa, hogy mindig van egy visszaesés a Európa bajnokságok után, hogy mint hogyha ott a csapat ott hagyná a lelkét, és utána meg elkezdjük a különböző selejtezőket, Nemzetek Ligája, vagy VB selejtezők, meg ilyenek. A VB-re is kijuthattunk volna az előző VB-re, hogyha Albánia ellen nem 0 pontozunk. Vagy hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk a lengyelek ellen. De miért nem sikerült? Miért van az, hogy egy EB csoportot meg le tudunk hozni, az mint hogyha nem lenne akkor a stressz számunkra, de egy Nemzetek Ligája vagy egy VB, az meg teljesen más. Tehát, hogy valahogy most megint ráncba kéne szedni a srácokat. Nem mondom egyébként, hogy most, mert nem kell itt most ilyenek, hogy fiatalítás, meg ilyenek, mert nincsenek annyira idős játékosok. Ez egy teljesen jó korban lévő csapat egyébként. Most kéne, hogy a csúcsán legyen. De arra támaszkodni, hogy van egy Szoboszlaink, még mindig itt tartunk, hogy van egy Szoboszlaink, és őt is akkor kezdtük el kiemelni, amikor a Liverpool leigazolta. Előtte is tudtuk egyébként, hogy egy jó játékos és egy top európai játékos, de amikor a Liverpool leigazolta, akkor elkezdtük egyből, hogy jaj, hát nekünk most már van egy top csapatban játszó játékosunk. És most mi lesz, hogyha a Kerkez Milost most állítólag a Manchester United akarja szerződtetni? Jó, tudjuk, milyen a Manchester mostanában, tehát azért már nem olyan, mint egy pár évvel ezelőtt volt. De akkor is, hogyha most leigazolja őt a United, akkor már arra is, attól is oda leszünk, hogy van egy kerkezünk egy Manchester Unitedben, és akkor már azért kell kijutnunk a VB-re, vagy majd EB-re, mert most már van egy Szoboszlaink a Liverpoolban, és most már van egy kerkezünk a Unitedban. Tehát, na már. Valahogyan megint itt fejben kéne rendbe tenni a dolgokat. Bízom Marco Rossiban, mert már többször sikerült neki ezt véghez vinni. Csak ez mindig valahogy úgy idő, meg jól is kéne, hogy kijöjjön a lépés, mert most azért tényleg még lesznek kemény meccseink, azért a hollandok ellen hiába mondjuk fejben már jobbak vagyunk, simán benne van, hogy kikapunk, és akkor megint összezuhanunk. Németek jönnek ide, benne van akár, hogy döntetlenezünk ellenük, vagy
felkészülhetünk arra is úgy, hogy akkor most megvegyük őket, de mi van, ha hazai pályán is kikapunk tőlük, akkor megint összezuhanunk, és akkor majd még játszunk Bosznia ellen is. Nem tudom egyébként, hogy a meccsek milyen sorrendben vannak, de most Boszniába is kimegyünk, hogy a bosnyákok megint elkezdenek majd veszettül védekezni, nem találunk fogást rajtuk, esetleg ők is elkezdenek majd támadni, mert hát hazai pályán vagyunk, meg akkor most felszívtuk magunkat, mert idegenben tudtunk egy döntetlent, és nem akarunk rögtön kiesni a csoportból, kikapunk, és akkor meg majd megyünk a B-ligába. Egyébként semmi szégyen nincsen abban, hogy valaki B-ligás. Hát azért nézzétek meg, vannak top válogatottak a B-ligában is. Ez ilyen lesz ez a Nemzetek Ligája, ez az egyszer fent, egyszer lent. Tehát most mi is szidják a Nemzetek Ligáját is egyébként, hogy ezt az egészet most minek kellett megcsinálni. Korábban meg az volt a baj, hogy sok a súlytalan mérkőzés, tehát hogy túl sok a barátságos meccs, aminek nincsen tétje, a játékosok nem úgy állnak hozzá, ki lehet próbálni olyankor új játékosokat, de lehet, hogy nekik se olyan a hozzáállásuk, akkor meg az volt a baj, az volt a probléma, hogy nincs elég tétmeccs. Tessék, most van elég tétmeccs, most meg ez a probléma. Mindig van valami baj. Úgyhogy én azt mondom egyébként, hogy nem kell beszarni. Én bízok Rossziban, hogy rendbe szedi a brigádot, csak ehhez a brigád is kell, hogy fejben rendbe tudjanak jönni. Mert nélkülük ez az egész nem fog menni, nem fog működni. Ennyit szerettem volna ebben a videóban, véleményeket ugyanúgy kommentben várom a mérkőzésekről. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!